kedves nézőink, ugye idén már volt egy családbarát donor nap, tavalyi évben volt adventi véradás, és azt hiszem, hogy a TV-Eger elkötelezett abban, hogy folytassuk ezt a hagyományt, hiszen ezzel mindenkivel jót teszünk, megmenthetünk akár három életet is, ha eljövünk véradónak. November 29-én stúdiónk ismét átalakul, és egy élő műsor folyam keretében adhatják vérüket kedves nézőink az adventi véradáson. Arról, hogy milyen ajándékokkal és programokkal várjuk önöket, Kereki Gergellyel beszélgetünk, aki a MediaEger Kft. Ügyvezetője, illetve Kökény Katalinnal, aki cégvezetőként van jelen. Szeretettel köszöntünk titeket a stúdióban, és hát adódik a kérdés, milyen lesz az idei jótékonysági célunk, Kata? Jó estét kívánunk! Hát igazából ismét egy nagyon mozgalmas napra számíthatunk. A programokkal kapcsolatban még nem szeretnénk elárulni semmit. Jó, hogy jöttetek! A jótékonysági cél az megvan-e már? Jótékonysági cél az mindenféleképpen megvan. Idén ugyanúgy a gyermekosztálynak szeretnénk kedveskedni, és ehhez gyűjtünk folyamatosan támogatókat. A tavalyi évhez hasonlóan a véradókat is kérjük arra, és buzdítjuk, hogy hozzanak ők is magukkal pelenkát és tisztasági eszközöket, ahhoz, hogy a gyerekeket el tudják látni szakszerűen a kórházban. Emellett nagyobb cégeket is várunk támogatónak, akik úgy érzik, hogy fontos nekik ez így az ünnepekhez közeledvén, és szeretnének a dolog mellé állni. Gergő, a nézőknek talán kuriózum lehet, bár megszokhatták az elmúlt két alkalommal akár, hogy ugye itt a stúdióban élő műsor folyam részesei gyakorlatilag, hiszen mi is úgy közvetítjük ezt az adást élőben. Bármilyen meglepő itt lesztek valószínűleg. Valószínű, igen, de hogy a nézők is láthatják azt, hogy itt közben zajlik az élet mellettünk a stúdió egy részében. Tavaly évben mennyien voltak? Tavaly körülbelül 100-an voltak a pontos számok, most én sem tudom, megmondom őszintén. Hát a cél az egyértelműen megint az, hogy többen legyenek, mint többen legyenek, tavaly voltak. Mindig többen és többen. Na, és akkor te hajlandó vagy egy kicsit spoilerezni, mondjuk a vendégek, illetve a beszélgetésekkel kapcsolatban? Természetesen még egy mondatig térnék vissza az adományokra itt, amit mondott Kata, hogy igazából, amiket most mondunk, hogy nem ilyen óriási dolgokat gyűjtünk igazából, hogy nem tudom én, hűtőszekrény, meg egyebek. Tehát gyakorlatilag azért ezek az eszközök vannak, egy popsitörlő, egy pelenka, egy nem tudom, egy fürdető. Ezek gyakorlatilag nem azért gyűjtjük, mert nincs a kórháznak ilyenje, hanem ezek fognak a leginkább. Tehát gyakorlatilag erre van szükségük, ezt ők tudják hasznosítani. Tehát azért szerettem ezt elmondani, hogy nem arról van szó, hogy nem tudják ellátni a gyerekeket, hanem arról, hogy tényleg ez egy olyan eszköz, ami hasznos, és olyan eszközök ezek. Na, de a programokra térve, hát hasonlóan alakul, mint az eddigiek, az időintervallum is, illetve a nap is. Tehát 13 órától már jönnek ugye a véradók, kezdődik korábban ugye a véradás, mint ahogyan az élőadás, és hát a jól beváltak szerint, akkor ismét délután 4 és este 7 óra között lesz az élő műsor. Néhány órával korábban már remélhetőleg azért jó sok véradó itt lesz, akiket tényleg sok mindennel várunk, most nem előve minden poént igazából, de természetesen lesznek kint is olyan lehetőségek, akár gasztronómiai, akár egy kicsit még inkább a kulisszák mögé betekintés, mint eddig, ami szerintem érdekes lehet, nem csak azoknak, akik mondjuk vért adnak, hanem a kisebbek jönnek, esetleg gyerkőcöknek, ők is meg tudják nézni, hogy például mi mindennel dolgozunk, vagy hogyan. Ezt majd szépen kialakítjuk addig, hogy ennek mi lesz a menete. A programokról óránként lesz beosztva nagyjából. A téma az alapvetően adott az első órában mindig, ugye általában Vöröskereszt, vérellátó. Annyit én elárulok, hogy a főigazgató helyettes úr itt lesz megint, tehát ő elfogadta a meghívást, és két másik ember is jön bele. Az egyikük szerintem a neve biztosan ismer, de szerintem a hangja is ismert egyébként, aki majd itt lesz velünk, de őről most többet nem árulok el. Alapvetően egészségmegőrzéssel fogunk foglalkozni, lesznek szintén élő kapcsolások, ahogy szoktak lenni véradókkal, vendégekkel, valamint az utolsó órában egy kicsit így kicsit ilyen gasztrósra vesszük a dolgokat, reméljük ez jól fog sikerülni, itt helyben is lesznek érdekességek, ha minden megvalósul, amit szeretnénk, illetve a témákat is megpróbáljuk majd egy kicsit elköré, egy ilyen kicsit lazábbra venni az utolsó órában, de úgy, hogy mindenkinek testileg, lelkileg, aki ilyes, annak pedig a lehető legjobb legyen. Gyomrilag is, hogyha lehet így mondani.
Számíthatnak-e a véradók ismét nyereményjátékra, mert ugye most már ez is mondhatjuk azt talán, hogy hagyományosan kötődik ehhez a rendezvényhez. Igen, természetesen, tehát óránként fogunk ismételten sorsolni. Értékes nyeremények lesznek, úgyhogy szerintem érdemes minden véradónak eljönnie, és nem otthon maradnia. És szerintem gazdagon távozhat. Amellett, hogy természetesen minden véradó fog kapni egy ajándékcsomagot, amit a támogatóinknak köszönhetünk, és ő általuk tudunk biztosítani nekik, de emellett ugye az értékes nyereményeket is hazavihetik. Én azt gondolom, hogy belelátva az elmúlt időszakok ilyen hasonló kezdeményezéseibe, itt igazából a televízió lehetőséget nyújt már az élőadás előtt is a véradásra, tehát egy hosszabb időintervallum áll rendelkezésre, de itt a véradók számát szerintem nagyban ez határozza meg, hogyha ezt én azt gondolom, Gergő, ha tolnánk reggel 9-től, akkor valószínűleg, hogy szerintem folyamatosan meg lehetne tölteni, mert olyan hívóereje van, én azt gondolom, a televíziónak, és oly mértékben számítanak rá az emberek, úgyhogy spórolni a vérrel mindenkinek, hogy én azt gondolom, hogy a létszám az csak ezen múlik, az időintervallumon, mert az egy nyilvánvaló az itt dolgozó kedves kollégáknak a kapacitása, az ágyak, amennyire gyorsan pörgetik ki, amennyire lehet az embereket, de hogy ezen esetleg gondolkodtatok-e már, vagy esetleg beiktatni még egy alkalmat, hiszen azért két alkalom van egy évben. Ez most nézem azért a Gergő szemét, bocsánat, hogy kicsit riadtan nézett rá. Nyilván, mert hogy ez egy nagy munka egy ilyen szerkesztőségnek, az élőadás és az erre való felkészülés, de bármi hasonló kezdeményezés esetleg körvonalazódik-e, vagy az időintervallumnak a tágítása? Igazából ez sok mindentől függ, nem feltétlenül mi rajtunk függ. Tehát ugye azért a televíziónak azon a napon is, amikor van egy véradás, ugyanúgy működnie kell, vagy különböző elírásoknak meg kell felelni, ennek része, hogy híradó legyen, napi forgatás. Ilyenkor természetesen a híradót is egy kicsit át kell mozdítanunk, előrébb kell hoznunk. Ez az egyik része a dolognak, és azért itt a híradó után egy gyorsan rendbe kell tenni mindent, hogy egy másik arcát mutassa a stúdió, ez az egyik. A másik pedig, hogy azok a szakemberek, akik jönnek a Vörös Kereszttel, tehát nekik azért van egy kapacitásuk. Tehát meg van határozva az, hogy mennyi idő alatt, tehát mennyi órát tudnak dolgozni, és abba az időszakban mi az a maximum mennyiség, amit el tudnak látni. Tehát magyarul hány személynek a bérét tudják levenni, kicsit így, nem túl szépen megfogalmazva. Úgyhogy ez a kettő is befolyásolja ezt. Én úgy gondolom, hogy mivel ez nem egy egyszerű szervezés, semmilyen szempontból sem. A lehetőség az gyakorlatilag szerintem erre ez a téli, illetve a tavaszi véradás. Tehát az, hogy mindig próbálunk egy kicsit újítani, az belefér. Az időintervallumban ott szerintem azért egy kicsit meg vagyunk kötve. Itt, amivel lehet talán majd a későbbiekben, hogyha úgy látjuk, hogy ennek van tényleg létjogosultsága, hogy egy picit az élő műsornak az idejét kitolni. Uh-huh. Vagy hamarabb kezdjük, vagy később ér véget. Ez most bevált ez az időszak, ez a 3 órás, úgyhogy most tartjuk magunkat ehhez, meglátjuk, hogy a következőkben mi fog történni. És amit még szeretnék elmondani, hogy kicsit megelőzve magát az eseményt, tehát hogy egy nagyon, amellett, hogy ez nagyon komoly munka aznap, tehát azt megelőzően is komoly lesz, és most egy kicsit még erősebbre próbáljuk venni ezt, hát szerintem, lehet, hogy rosszul, mert szerintem több mint 1 tucat promóciós filmet csinálunk, igen, szerintem így az elmúlt a következő 1-2-3 hétben, és tényleg ismert emberek, művészek azok, akik megint mellé álltak ennek a kezdeményezésnek. Ugyanakkor az is fontos, hogy önkormányzati cégként mi is meg tudjuk mutatni magunkat egy kicsit más oldalunkról. Tehát ugye van egy, amit látnak a TV képernyőn, más az, amikor ide bejönnek, meg az, hogy egy jótékonysággal, tehát nem is egy jótékonyság, mert szerintem ez kettő igazából, igen, mert maga a véradás is az, illetve a gyűjtés is az. Szóval egy ilyen érdekes kombinációt tudunk ezzel az egésszel összehozni. A lényeg, hogy tényleg egy nagy összefogás kell ehhez. Amellett, hogy akiket megkerestünk, én azt hiszem, hogy szerintem mindenki elfogadta például ezekben a népszerűsítő videókban való szereplést is, illetve reményeink szerint egyre többen lesznek azok, akik támogatják. Önkormányzati cégként azért fontos, hogy egy kicsit többet mutassunk magunkból. Ezek a társadalmi szerepvállalások, ezek nem csak ilyen elcsépelt dolgok, hanem tényleg fontosak, nem csak egy cég megítélésében, hanem azt hiszem azzal a kapcsolattal, amit mondjuk a nézőkkel adott esetben ki tudunk ilyenkor alakítani. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy most tényleg úgy látjuk, hogy még inkább
többen összefognak, többen támogatják ezt a dolgot, önkormányzat részéről, és különböző formákban. Van, aki így, van, aki úgy, önkormányzat részéről, városvezetés részéről, ugye a vagyonkezelő, akihez mi tartozunk, az EVAD ZRT szintén támogatni fogja különböző formában. Szóval megpróbálunk még több embert bevonzani ebbe az egészbe, biztatni őket, hogy jöjjenek, segítsenek, vigyék a hírét ennek az egésznek, akár úgy, hogy a saját kollégáikkal, akár például úgy, hogy a különböző ismerőseik között. Szóval bízunk benne, hogy tényleg a lehető legtöbben egy ilyen nagy összefogásra lejönnek, és tényleg jóval többen lesznek, mint tavaly, bár tényleg nem voltak tavaly sem kevesen. Így van. Elszaladt az időnk, úgyhogy most elengedünk benneteket, menjetek vissza dolgozni, jó? Mi még egy kicsit szórakozunk itt Renivel. Kedves nézőink, november 29-én 13 órától kezdődik a véradás, 16 órától élőadással jelentkezik a TV Eger innen a stúdióból, jöjjenek minél többen, és hát... TB kártya. Személyigazolvány. És tudjuk, agyvért és ments meg három életet, ez a szlogen, ez nem csak most, de mindig érvényes, és a hátralévő durván egy hónapra kitartást és jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen!